Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi urunktól, Jézus Krisztustól. Gondolj, Uram, irgalmadra és kegyelmedre, melyek öröktől fogva vannak. A Zsoltáros bátorítés késztet bennünket is az Istennel való közösségre, az Istenhez való odafordulásra. legyen -e mostani vasárnapi alkalmunk is, Isten közösségünk, ami mennyei atyánkkal való szeretett közösségünk megerősítésére. Szeretett testvéreim, talán mindannyian tanultunk életünk során valamit. Megtanultunk biciklizni, megtanultunk sakkozni, megtanultunk talán kiki lovagolni, vagy éppen a főzésben új dolgokat megismerni. Amikor elsajátítunk egy-egy új ismeretet, amikor valamit megtanulunk, akkor annak folyamatos gyakorlásra van szüksége. Abban folyamatosan előrébb kell lépnünk, és folyamatosan gyakorolnunk kell önmagunkat. Hogy a mai napon Istennek szent igéje bennünket milyen gyakorlatra, milyen életpályára hív, az az ő igéjéből derüljön ki számunkra, lelke legyen velünk az ő kegyelmével és szentségével. Isten tiszteletünket a 25. Zsoltárnak éneklésével kezdjük. A 25. Zsoltárunknak első és harmadik verseit énekeljük. Zsoltárunk így kezdődik, szívemet hozzád emelem. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atyától, aki öröktől fogva van, aki Jézus Krisztusba bennünket megszentel és megáld, és az ő tanításában, a Szentlélek közösségében megerősít. Amen. Szeretett testvéreim, hajtsuk meg most fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked, hogy az elmúlt bőti hetet megélhettük. Annak minden áldásáért, minden öröméért te neked mondunk köszönetet. Te látod, Urunk, azonban, hogy nem csak örömben volt részünk, hanem volt bizony bánatban, talán bosszúságban, méregben, csalódásban is bőséggel részünk. Menj el, amikor megszólítunk téged a Zsoltáros szavával, hogy gondolj irgalmadra, emlékezz irgalmadra, akkor mi magunk is elkérjük a jövőt, az elkövetkező időt is, hogy légy velünk mindenkor. Kérünk, Urunk, engedj bennünket most figyelni, rád figyelni, addurunk, hogy az az idő, melyet veled töltünk otthon, ami csendességünkben, ami családi körünkben, az legyen neked szentelt. Az legyen veled való megerősítésnek ideje, az legyen tőled való üzenettel való megajándékozottságnak órája. Kérünk téged, hallgass meg bennünket, Jézus nevében. Amen. Szeretett testvéreim készülve ige hirdetésre a 151. számú dicséretünket énekeljük, 151. számú dicséretünket énekeljük, mely így kezdődik Uram Isten, sies minket megsegíteni. Szeretett testvéreim, az az ige, amely alapján Istennek szent lelkét segítségül kérve és várva hirdetni kívánom közöttetek az ő áldott üzenetét, írva található a mai napra rendelt ószövetségi ige szakaszban. Mózes harmadik könyvéből, a huszadik fejezetből, annak is hetedik és nyolcadik verséből szólít bennünket ami mi mennyei atyánk. Mózes harmadik könyvének huszadik fejezetéből, a hetedik és nyolcadik versekben eképpen szólít bennünket Istenünk. Szenteljétek oda magatokat, és legyetek szentek, mert én az Úr vagyok a ti Istenetek. Tartsátok meg rendelkezéseimet, és teljesítsétek azokat. Én az Úr szentellek meg titeket. Amen. Szeretett testvéreim, Böjt, második vasárnapján vagyunk. Egy olyan időszak lehet ez, amely sokféle jelzővel lehet megajándékozott. Sokféle jelzést és kategóriát lehet erre az időszakra megtalálnunk. Talán vannak olyan gondolataink, amikor a megtisztulás köré rendeződnek a vágyaink, a váradalmaink. Vannak talán olyan jelzők, amelyeket a valamire való tanulásnak, készülésnek az idejeként tudjuk megjeleníteni. A bőjt lehet egy ideje annak, amikor megpróbálunk dolgokat. Amikor a megpróbálás időszakát éljük meg. Amikor azokat a dolgokat, amelyeket megtanultunk eddigi hitéletünkbe, mint ahogy megtanultunk gyermekként járni, írni, olvasni, majd egyre több és komplexebb ismereteket, úgy a hitben is előrébb és előrébb jutunk. Pálapostolnak olyan szép az a képe, amit használ az evangéliumban, a Szentírásban, amikor azt mondja, hogy van olyan, amikor könnyű, könnyed, eledellel kell a híveket táplálni az Isten evangéliumából, üzenetéből, és van, amikor már a keményebb, nehezebb, szilárdabb táplálékra is eljő az idő. Megvan talán az, amiben még könnyed, könnyebb, még talán a gyermeki, a hit gyermekének kezdeti eledelére van szükségünk, és talán másban pedig már az eledel keményebb, nehezebb, sokkal szilárdabb. Lehet rajta jobban rágódni, képesek vagyunk azt jobban feldolgozni, képesek vagyunk azt lelkünknek táplálására magunkhoz venni. Ez a próbálkozás időszaka, ez talán annak az időszaka lehet a böjtnek, amikor megpróbálunk önmagunkon, önmagunkon is lenni. Amikor megpróbálunk vágyainkon, megpróbálunk azokon az érzéseinken és azokon a vágyódásainkon, valamilyen úton, módon úrá lenni, melyek tudjuk jól, hogy életünknek nem a dicsőséges arany oldalaira tartoznak. Megpróbálunk bőti időszakban, és megpróbálhatunk bőt időszakában egyfajta lelki tisztulásnak, lelki megerősödésnek folyamatán végig haladni. Ez az időszak, annak is lehet ideje, hogy megpróbáljuk, elkötelezzük magunkat újfent is Istennel és Istenhez megpróbálhatjuk, és igenis próbáljuk meg, hogy igyekezzünk elhívásunkhoz, hitvallásban is, ahogy megvalljuk, hogy a szentek kihívott gyülekezetéhez méltóak maradni. Egyszer valakitől egy motivációs felkiáltást hallottam, ki azt mondta, hogy nem megpróbálni kell, nem akarni kell, hanem csinálni. Valóban dolgokat tennünk kell. Valóban nem csak a próbálkozás szintjén, nem csak az vágyódás, az elköteleződés, az ábrándozás szintjén kell, hogy tegyük, vagy éppen arra készüljünk, hanem tenni kell, csinálni kell, valóban megélni kell egyfajta tudatos, egyfajta céltudatos böjtöt lehet tartanunk és méltó tartanunk. Egy híres amerikai prédikátornak, Rick Warrennek van egy könyve, amely a céltudatos gyülekezetről szól, a céltudatos életről egy második kötetében. A nagyon fontos kérdés az, hogy valóban céltudatosak vagyunk-e? Valóban van-e egy olyan vágyódásunk, van-e egy olyan cél, racionalitásunk és elköteleződésünk, ahova szeretnénk eljutni. Szeretnénk eljutni hitünkben, az Istennel való kapcsolatunkban, szeretnénk eljutni gyülekezetképpen is, közösségként, valahova, ami az Istenhez még közelebb vezet bennünket, ami az Istennel való még közelebbi közösségre késztet bennünket. A felolvasott ószövetségi ige szakasz Mózes törvényéből, az ő üzenetéből szent és különös üzenet. Hiszen arról beszél, hogy nem pusztán a vallási, nem pusztán a rituális szabálykövetés tesz bennünket szenté, teheti a híveket szenté, hanem az erkölcsi, a társadalmi normák alapján lehetséges, ez igazán. Arról beszél, arra int az ige bennünket, hogy szentejétek meg oda magatokat, legyetek szentek, mert én az Úr, a ti istenetek vagyok. Egy oda szánásról beszél, egy elköteleződésről. Olyan könnyen azt gondolja az ember, hogy úgy teljesíthetjük az előírást, az Istenhez való ragaszkodásnak, az Isten iránt való kötelezettségnek sor listáját, ha kipipáljuk azokat. Ha imádkozunk, ha Isten tiszteleten vagyunk, ha jót cselekszünk és kegyesen élünk, akkor teljesítjük az előfeltételeket. Ugyanakkor megfeledkezünk talán arról, hogy a valódi hitből fakadó jó cselekedetek, a hívek közösségében és a mi magánéletünkben, igenis azon múlnak, hogy vajon nem követjük el azokat az etikai védségeket, azokat az erkölcsi normákat nem szegjük -e meg, amelyről Isten beszél számunkra. Nem csak tisztának, tisztességesnek, szentnek kell látszani, de annak is kell lenni. Nem csak arról kell beszélni, hogy mi a tisztaság és mi a tisztátalanság, nem csak arról kell nekünk elköteleződésünket kimondani, hogy mi a tiszta mellett tesszük le a voksunkat, arra kötelezzük el magunkat, hanem azt meg is kell cselekedni. Ha elolvassuk ezt az ige akkor ítéletes dolgokról beszél. Olyanról, amelyeken talán nekünk is jó érzésű embereknek, keresztény híveknek is megborsózik a hátunk hiszen emberáldozatról beszél, annak elítéléséről, paráznaságról, vérfertőzésről, olyan tiszta és tisztátalan dolgoknak összekeveréséről, amelyek ítéletet vonnak maguk után. Isten ígérete azonban ott van ennek az ítéletes, nagyon szigorú listának a végén, hiszen azt mondja, hogy ha szentek maradtok, akkor a kiválasztottságnak ajándékát, az ígéret földjét, az üdvösséget megadja az ő híveinek számára. Isten tesz számunkra, hogyha mi, akiket kiválaszt, akiket elhív, akiket népének meghív, mellette maradunk és vele maradunk szentségben, akkor üdvösséges jutalmunk lesz. Különös a szent fogalma az Ószövetségben hiszen egy olyan fogalomról van szó, amely egy elkülönítettséget, egy kiválasztottságot, egy a profán világtól, a fizikai világtól elkülönülő dimenziót ragad meg. Hogyan lehetünk szentek? Hogyan lehetünk mi magunk is ennek teljesítői? Erről szól a mai ige. Erre vezet bennünket, és erre tesz készé minket, hogy lássuk és belássuk, és próbáljuk, sőt, igyekezzünk rajta bőjt időszakába, hogy valóban szentek legyünk. A kádas szent kifejezés, amely a Héber Bibliában oly sokszor előfordul, egy olyan fogalmat jelent, ami az Istennek elkülönítettséget jelenti amely nem a mindennapos, nem a hétköznapi, nem az, amelyik mindenki számára akár megragadható, hanem egy olyan, amelyet Isten azért ad, Mindenki számára érthető módon, hogy az mégis érezze, hogy valami különös dolog ez. Többféle fogalommal is találkozunk a Szentírásban. Van egy különös fogalom, a nazírnak a fogadalma, amely egy elhívottnak, kiválasztottnak, egy megszentelt embernek a fogalmát takarja. Olyan ember, aki valamilyen szent hivatásra, küldetésre van elkészítve, elhívva, akár profétaként akár bíraként, akár papként, de találkozunk számos ilyen nazírrá elhívott, nazírnak elhívott személlyel, bibliai szereplővel. Talán közülük kiemelkedik, és az egyik legkülönösebb Sámson. A bírák könyvében olvasunk róla, aki egy különös ember, hiszen már születése előtt is ígéretet kapnak arról az ő szülei, hogy valami különös nagy dolgot fog beteljesíteni, az a feladat, az a küldetése, hogy megmutassa Isten hatalmát. De ahhoz, hogy erre kész legyen ebbe, előre tudjon jutni, és erre mindenkor valóban elkészült legyen, néhány szabályt be kellett tartania, be kellett volna tartania. Tiltott volt a nazírnak, hogy bortigyon, hogy nővel érintkezzen, pláne idegen és Sámsonnál tudjuk, hogy van egy különleges elhívás, illetve egy különleges előírás, hogy haját sem szabad levágni. Hatalmas ereje jól ismert a sámsoni erő, amely leküzd több száz ellenfelet Filiszteusnak mutatja meg, hogy ő az Isten hatalmával, erejével mire képes. Vállára veszi az egyik Filiszteus városnak kapuját, és arrébb viszi, elviszi, legyőzi az ellene indulókat, de aztán ott van a bukása is, hogy a szentség, a megszenteltség ellenére, a feltétel rendszer ellenére mégis elbukik. Hiszen tisztátalan módon eszik egy oroszlán teteméből mézet, a csontvázba oda telepedett méheknek lépéből, egy filiszteus nővel folytat viszonyt, és elárulja az ő titkát, hogy miből is van és honnan is van ereje sors tragédia ez, hogy valaki, aki nagy küldetésre, nagy feladatra van elhívva, megszentelve, elkészítve, az mégis elbukik, és önmaga csapdájába esik. De ott van ennek a történetnek végén egy különös üzenet, egy különös esemény, hiszen Sámsont kirakják Dágon templomába, a Filiszteus Istennek templomába, hogy gúnyolódásnak céltáblája legyen, két oszlop közé kikötözik a vak hőst, hogy gúnyolhassák, de akkor Istenhez imádkozva olyan erő szállja meg, mint előtte soha, és összedönti a templomot. Micsoda nagy dolog, hogy valaki, aki elbukott és megbukott, aki a szentségnek megcsúfolója lett, a küldetésnek elrontója és megrontója, az mégis talál kegyelmet Istennél. Mennyire emberi, és mennyire a saját történetünkhez, hogy mi is el vagyunk hívva, ki vagyunk választva szentként, arra, hogy üdvösségünk legyen, hogy ennek a világnak közösségében, az emberek között hirdessük az Isten szent igéjét, mindazt, amit ő örömüzenetként Jézus Krisztusba ránk bízott, és hányszor mi vagyunk talán akadályozói, megcsófolói, mi vagyunk azok, akik... Megrontói vagyunk ennek az üzenetnek. Szentségünk megtöredezik, szentségünk romlik, melynek mi magunk vagyunk okai. De ahogy Sámsonnál, ahogy a Biblia annyi más szereplőénél, és magának Jézus Krisztus tanításában is tudjuk ezt, láthatjuk és érthetjük, hogy Isten a bűnbánó szívű embert, az őszinte hozzá odafordulót, Kegyelmesen szeretetébe fogadja, irgalmas Úrő. Olyan jóságos, olyan szent és szeretettel teljes, aki újra visszaadja az elvesztett szentséget, újra megerősít bennünket a kiválasztásban, az elválasztásunkban, elhívásunkban. Olyan különös, hogy a Szentírásban összesen Istennek 21 méltóság jelzője van azon túl, hogy Istennek, Atyának nevezi, irgalmaság atyának, jóságosnak, igazságosnak, örök hatalmúnak, végtelennek, és még annyi mindennek nevezi a Szentírás. Ha Istennek a neveit szentnek tartjuk, és szentekként értékeljük, akkor mi magunknak is lehet egy olyan elköteleződésünk, és bőti időszakban való próbánk és szándékoltságunk, hogy próbáljunk olyanokká lenni, próbáljunk ahhoz hasonlóvá lenni, aki teremtett bennünket. Mi is igyekezzünk ezeket a méltóságokat és jellemzőket önmagunk életében munkálni, a jóságot, az igazságot, a könyörületességet, az irgalmat, a szeretetet. Tökéletesek tudunk-e lenni? Bőjt nem arról szól, hogy az ember majd húsvétra tökéletes lesz, olyan romlatlan és olyan teljes, amelyben nincsen tovább fejlődési lehetőség. A bölcs sokkal inkább arról szól, hogy időről időre, önmagunk vizsgálatában észrevesszük, hogy mi az, ami Istentől elválaszt bennünket, mi az, ami talán újonnan került az életünkbe, mi az, ami már évek, évtizedek óta ott van, és bennünket távol tart tőle. Ahogy a kép nem biztos, hogy mindig visszaadja másolatában az eredeti szépségeit, úgy, ahogy mi magunk is istenképűek vagyunk, nem mindig tükrözzük vissza tökéletesen és teljességében a mi teremtettségünket, Istentől való megalkotásunkat. Isten képűségünkben sokszor töredezettek vagyunk, sokszor elhomályosulnak, talán színek, formák, vonalak, de törekedhetünk arra, hogy így restauráljuk magunkat. Így a bőti időszakban megpróbáljuk, hogy visszatérhessünk ahhoz a képhez, ahhoz a szentséghez, melyre Isten elrendelt bennünket. Szentnek lenni jelenti azt is, hogy egy gyülekezetnek, egy kihívott népnek, a kiválasztottaknak közösségébe tartozni. Hitünk szerint Isten minden ember számára megadja ezt a szentséget, Mindannyiunkat elhív az ő szentjeinek gyülekezetébe, mindannyiunkat meghív az üdvösségre, és elkészít bennünket, eleve elrendel minket az örök honba való, vele való egyesülésre. De az, hogy mi ezt meghalljuk -e ezt a hívást, mi élünk-e ezzel az invitálással, mi akarunk-e vele közösségre lépni, ez már a mi döntésünk. Törekednünk kell szentségre. Meg kell tennünk a magunk lépéseit, mert ez nem pusztán az Isten kiválasztása, hanem a mi hitünknek és ami mi hitből fakadó jó cselekedett válaszainknak összességéből adódik. Megszentelődünk, Isten kiválaszt bennünket, a szentek közösségébe meghív, de hogy megigazulásunk valóságos legyen, az odaszántságunk és a Krisztus áldozatának elfogadásából van. Azt mondja számunkra a mostani ige hogy szenteljétek meg magatokat. Legyen ez egy belső elhatározódásunk, legyen ez egy belső elköteleződésünk, hogy megszenteljük magunkat, önként vállalva és nem kényszerítve, nem félelemből, hanem oda szánásból, szabad akaratunkból, hogy legyünk képesek az Istennel való szent közösségre. Ez talán olyan, mint amikor orvoshoz megyünk, és egy diagnózist felállít számunkra, és azt mondja, hogy ebben és ebben változtatnunk kell, talán életmódban, talán étrendben. Kinek lesz a felelőssége, hogy az a változás bekövetkezik? Az orvosé, vagy a betegé? Természetes, hogy a betegé, hiszen az orvos elmondja, kínálja számára a gyógymódot, de hogy a beteg, az ember akar-e vele élni, az az ő felelőssége. Talán van köztünk olyan, talán mi magunk is, hogy elmondták, hogy mi a gyógymód. De mi ezért vagy azért nem akarjuk azt követni. Odaszánásról szól ez a mostani ige számunkra, az odaszánt és elszánt életről, hogy el tudjunk köteleződni, hogy Isten mellett tudjunk szent kapcsolatban, szent szövetségben megmaradni. Nem lehet ezt felében vagy harmadában, immel, ámmal tenni csak. Hiszen ahogy a szerelemben, barátságban, ahogy a házasságban, ahogy egy szerződéses szövetségben, az ember akkor tud igazán helyt állni, ha odaszánja magát. Az Istennel való kapcsolatban is ugyanez van előttünk. Odaszánjuk-e magunkat? Elszánjuk-e magunkat? Megszenteljük-e magunkat? Ez a bőjt kérdése hiszen nem pusztán egy egyszeri döntésről van szó, hanem állandó megerősítésről. És még csak nem is a bőjtben való, időről időre való ünnepre készülődésről, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy napról napra, időről időre igyekezzünk Isten mellett elköteleződni. Mert valljuk meg őszintén, és lássuk be, hogy hány és hány élethelyzet, változik körülöttünk, és változtat meg bennünket is. Talán vannak elfáradásaink, talán vannak csalódásaink, talán eltántorodunk, vagy éppen vágyunk és remélünk, de aztán nem következik be. És ekkor a keserűség, ekkor talán a kétségeskedés, netán az elégedetlenség felbuzdul bennünk, de ha az Isten való szeretett szövetségünket újra és újra meg tudjuk erősíteni, akkor szentségünkbe nem fogunk megcsúfoltatni, akkor szentségünket nem fogjuk megrontani. Vannak a szentségnek, a megszenteltségnek, természetesen a belső jegyei, jelei mellett külső jegyei is. Az, ahogy templomban felöltözve ott vagyunk, ahogy életünknek rendezettsége, az, hogy az önmagunkkal szembeni igényesség megvan, ez az Istennel való közösségünket is mutatja. Az, hogy a Szentlélek templomával, testünkkel hogyan bánunk, ez is a megszentelt életnek egy szép jele és bizonyítéka. Az, hogy az Istennel való közösségi alkalmakat hogyan szenteljük meg, hogyan készülünk rá, külsőleg és belsőleg, ugyancsak ezt mutatja számunkra. Ha Isten munkáját, Tiszteljük a vele való közösséget, becsüljük. Ha ezt a megszenteltséget meg akarjuk életünkbe élni, akkor a külsőségeinkben is megmutatkozik. Az, hogy hogyan bánunk környezetünkkel, az, hogy hogyan és mit vásárolunk, hogyan formáljuk a körülöttünk lévő világot. Ez is mind az Istennel való kapcsolatnak leképeződése. Hogy mit nézünk, olvasunk. Mit fogyasztunk, milyen médiatartalmat, információt, ugyancsak ennek kérdése. A megszentelődésre vonatkozó felszólító mód, imperatívus, a kezdeti lépések után egy határozott elköteleződésre bíztat bennünket. Mégpedig arra, hogy legyetek szentek. Nem csak szentejétek meg magatokat, hanem legyetek is szentek. Nem csak elhatározni kell, nem csak idéglenesnek kell lenni, nem csak ünnepi rákészülődésben kell szentnek lenni és megszentelődni, hanem folyamatosan ezt munkálni és erre törekedni. Meg kell lenni az etikai, erkölcsi következményeknek, hogy nem csak mondjuk, hanem tesszük is, hogy úgy is élünk, ahogy azt Isten az ő szenté lételében előírja és tanácsolja, parancsolja nekünk. Az, hogy Isten így kihív bennünket, és így elhív bennünket, jogalapot ad nekünk a vele való szeretet közösségre. És ha ő szentétez bennünket, akkor az méltóságot ad számunkra. Méltóságot ad, amelyet megerősít Jézus Krisztusban, hiszen ő ennél sokkal többről beszél, nem csak arról, hogy etikailag kell betartanunk, társadalmi normákat kell következetesen fenntartanunk, hanem arról beszél, hogy ő általa az örök, szent valóságba is eljuthatunk. Mert a megszenteltek megigazulnak, a Krisztus vérében megerősödnek, és a kegyelem által eljuthatnak az üdvösségre. Hatást fogunk gyakorolni a körülöttünk élőkre, ha látják rajtunk mindezt. Ha látják rajtunk azt, hogy mi tenni akarunk és élni akarunk ennek a szentségnek méltóságában és méltóságával. Katolikus testvéreink a szentek életét, a szenteknek tetteit nagy tiszteletben tartják. És mi magunk is így vagyunk reformátusok, bár nem imádkozunk hozzájuk. De egy-egy szent embernek az élete, egy-egy mártíromságot, önfeláldozást vállaló embernek az élete, igenis példaértékű lehet. Talán vannak olyan szentek körülöttünk, akik nincsenek a nagy szentek közösségében és sorában, de mégis életükkel bennünket megerősítettek, példájukkal bennünket bátorítottak, az ő tetteikkel minket buzdítottak arra, hogy mi magunk is a jót a jól helyes módon éljük meg. A Szent megélése, a Szent megmutatása valahol arra is kötelez bennünket, hogy a Szentet megvédjük. Hogy azt a Szentet, amelyet Isten ebbe a világba adott amelyet ránk bízott, amelyel élhetünk, amelyben megerősödhetünk, azt igyekezzünk mindenkor védelmezni, védeni, és azért kiállni és helytállni. Böjt második vasárnapja a 25. zsoltár vezér igéjével kezdődik, amely így kiált fel, gondolj rám, emlékezz rám, uram és irgalmadra. Az Isten irgalmára való emlékeztetés bennünket is emlékeztet. Az Istenhez való könyörgés minket is abban erősít meg, hogy a Szenttel találkozhatunk, a Szent életünket megváltoztatja, a Szent az Istennel való közösség életünknek reménységét adja. Adja Isten, hogy így leessünk Szentekké, az ő kihívottjaivá, elhívottjaivá népévé, akik hűségesen mindenkor megmaradnak a vele való közösségben. Ámen. Szeretett testvéreim, hajtsuk meg most fejünket, és imádkozzunk. Szeretett mennyei atyánk, hálát adunk neked, hogy te újra és újra méltósággal ruházol fel bennünket. Erősítesz és bátorítasz, hogy életünk során talán vannak mélységeink, vannak nyomorúságaink, vannak elvetettségeink, de tőled elszakadnunk, a te szeretetettől eltávolodnunk, a világ semmilyen hatalma, sem gonosz, sem ellenet törő akarat nem szakíthat el bennünket. Urunk, szeretnénk megmaradni mindenkor ebben a szeretetben, hiszen tudjuk, hogy ha Te velünk vagy, akkor kicsoda lehet ellenünk. Ha Te mellettünk vagy, és életünket megáldod, megszenteled, akkor talán körülményeink nem mindig rózsásak, sőt néha talán kétségeskedésre és talán reménytelenségre, talán a félelemre indítanak bennünket, de tudhatjuk azt, hogy Te velünk vagy, és megőrzöl minket. Így kérünk gyülekezetünkért, minden intézményünkért, családjainkért, e városnak lakosságáért, népünkért és a világért, hogy őriz meg bennünket, hogy szentségedet enged, hogy megéljük, hogy szentséged által éljünk, és azt mindannyian a hozzád való hűségbe tudjuk megmutatni. Menj el, Atyánk, kérjük, hallgass meg a mi könyörgő imádságunkat, úgy, ahogy azt Jézus Krisztus tanította nekünk. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma és bocsásd meg a mi vétkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem pedig legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen. Szeretett testvéreim, Gyülekezetünk életének hirdetéseit szeretném megosztani. Minden kedves testvérünknek hálaadással köszönjük, akik az elmúlt héten Istennek dicsőségére adakoztak. Áldja meg és őrizze meg őket, ami Urunk, erősítse őket, és legyenek mindenkor előtte kedvesek. Isten tiszteleti alkalmainkat továbbra is a Városi Televízió illetve az egyházközség Facebook oldalán közvetítjük, ezeket lehet követni vasárnap délelőttönként 10 és 11 óra között. Szeretettel hirdetem a gyülekezeti tagok számára is, hogy amennyiben van a látó körükbe olyan településünkön élő idős segítségre szoruló ember, akinek mindennapjaiban tudnánk segíteni, akkor figyelembe ajánljuk szeretettel, hogy új. Szolgáltatással bővült a református idősek otthonának, szociális gondozási központjának nappali idősek klubja, mégpedig olyan szellemileg hanyatlottaknak, demenseknek is nappali ellátását szívesen kínáljuk, akik számára a család talán nem tud már teljes ellátást adni. Így reggel 8 órától délután 16 óráig szak ápolói, felügyeletet tudunk biztosítani, illetve a tisztálkodásnak, pihenésnek étkezési lehetőségét is a dorogi utcai 14 szám alatt álló épületünkben. Szeretettel várjuk a jelentkezést, akár nyugdíjas testvéreinknek is, akik csatlakoznának az Idősek Klubjához. Kérjük, hogy amennyiben valaki szeretné ezt a nappali szolgáltatást igényelni, akkor bővebb felvilágosításért a 0630-6031685-ös telefonszámon érdeklődjön. Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe, hogy az elkövetkezendő időszakban az adóbevallás időszaka következik, az 1 plusz 1 százalékos adóhányadunkról rendelkezhetünk. Szeretettel kérünk mindenkit, aki lelkiismerete szerint és elkötelezettsége szerint ezt megteheti, hogy adójának 1 százalékát, a Református Egyház javára ajánlja föl a Magyarországi Református Egyház technikai kódja 066, illetve ha tehetjük, akkor a református hitéletért alapítványt is támogassuk, adunk másik egy százalékával, melyet civil szervezeteknek, alapítványoknak ajánlhatunk fel. A hajdunánási református hitéletért alapítvány oktatási és hitéleti tevékenysége talán jól ismert a testvérek előtt, iskolásainkat, gimnazistájainkat támogatjuk ezeken a lehetőségeken keresztül is. Isten adja számunkra az ő kegyelmében való megerősödést, életünknek megőrzője, munkálója, ő legyen továbbra is. Záró 372. számú dicséretünket énekeljük, annak is 5., 6. és 7. verseivel. 372. számú dicséretünk eképpen kezdődik, Vedd el a mi szívünknek hitetlenségét.